Az óbecsei virágpiacon idén a legkelendőbb árucikk a muskátlé és a petónia. Emellett számos évelő és sziklakerti növény várja a vásárlókat. Csak a muskátlit ütetek, semmi mást, mert azt nagyon szeretem, meg most sokat meg is őröztem, és akkor most még veszek, ami egy kicsit kiszáradt, még azt veszek, és akkor kertet, kinti virágot legjobban szeretem. Kolléganővel nagyon szeretjük a virágokat, a növényeket, és nekem hiányzik egy magnóliafa is, ezt vettem most, és nagyon örülök, hogy ilyen sok szép növény van, és hogy egy kicsikét az emberek ide kijönnek és vásárolnak, nézelődnek. A rendezvényre egész Vajdaság területéről érkeztek virágárusok, az általuk kínált áru közül pedig mindenki kedvére válogathat. Ez attól függ, hogy az ember hova akarja ültetni, mekkora kertje van, kertje vagy éppen erkélye, ami szeretne kidíszíteni, földíszíteni és kellemesebbé tenni. Olyan növényeket válogatnak, akinek nagyobb udvara van, terebi, és az már nézi az oltott fákat, vagy gömb, vagy szomorú változatban, vagy valamiképpen virágos fát, mint a japán cseresznye. Amikor lássuk, hogy a muskátlikat, meg a szezon jellegű növényeket jobban vásárolják, akkor egy kicsit irigyek vagyunk rájuk, de azért a mi növényünk is az állandóan lehet árulni, és állandóan dekoratívak, úgyhogy nem kell minden évben vásárolni. Több éves növények, úgyhogy meg vagyunk elégedve az eladással. Az eladók többsége megtartotta a tavalyi árakat. Sokszor mondom, hogy az idéntől fölemelem egy kicsit az árat, mert már szinte 7-8 éve ugyanazok az árak, de aztán, amikor elkezdek árulni, akkor látom, hogy nem bírom fölemelni, mert akkor az emberek elfordulnak, úgyhogy muszáj megmaradjak az alacsony áraknál. A virágok mellett kerti díszeket és agyagtárgyakat is vásárolhattak az érdeklődők. Csorba László Gölöncsér pedig bemutatta, hogyan kell megformálni a különféle használati tárgyakat agyagból.